Nagyon szép napot nektek, sziasztok! Lassan zárunk, de még ezt a kis bemutatót megcsináljuk. Ha van kedvetek, nézzétek meg. Szerintem érdemes. Ez egy szuper nagy családi autó, 7 személyes. És ez a Grand hosszított verzió, ez egy Torneo Connect, ez a 230-as. És a motorja 1.5 TDC és egy 120 lovas motor ez a gép. És a titánium felszereltségű masina, nagyon felszerelt, nagyon praktikus, óriási csomagtér, utastér és nagyon jó felszereltségű darab, mindjárt meg is nézzük. Ami még fontos, hogy ti azt látjátok, hogy ez egy kék színű autó, és valójában is tényleg kék, de amúgy ő egy fekete kocsi, ez egy fóliázás rajta, tehát ha aki akarja, leszedi róla, de szerintem nagyon szépen mutat. Itt látjátok a pontos ugye a színét, ez egy nagyon szép fekete autó lenne, aki feketének szeretné, az leszedi róla, aki nem, ennek a nagyon szép világos kéknek is örülni fog. A szomszédok nem fognak rá semmi rosszat mondani, csak irigykedni fognak. Az autónkon nyári gumi van, gyári Ford alufelni, és hát szép féktárcsák elől, hátul a gumi is rendkívül jó állapotú. Ugye 18/4 havi pontosan az autó, igazolt, garantált kilométerfutású, minden működik benne, minden helyesen és rendesen működik. Elől-hátul tolatóradar, ködlámpa és szép tiszta főfényszórói vannak a gépünknek, tökéletes üvegezése, fűthető szélvédő és fényszenzoros a szélvédő még pluszban. Ide lesünk alá, itt egy abszolút újszerű állapotot láttok, szerintem így ebből ennyi elég. Többet nem tudok nektek mutatni, tehát szépen jár, megy a ventilátor, megy a klíma benne, jéghideg levegőt gyárt le a klímája, úgyhogy azzal sem lesz problémátok. Ugye 5-ajtós, tolóajtós a járgány, itt vannak még egyéb dolgokat lerakva, majd arra is rá fogunk térni. A B-oszloptól hátrafelé kapott egy komolyabb sötétítést, a tolóajtók könnyedén közlekednek, van itt ajándék nektek, egyszer, ezt majd a srácok megmutatják nektek. A felniei nincsenek lesodorva, nincs lenyalva, ügyesen parkolt a gazdája, 2 darab gazdája volt a gépnek. Hátul is tolatószenzorok, ugye sötétítés itt is egy komolyabb hátul. Jó nagy ajtó felnyílik, alá férünk, hogyha esik az eső, hogyha pakolunk, és akkor van itt nekünk 2 darab ülésünk hátul, amik ugye egészen be lehet őket fektetni. Ja, az autónak az aljába, úgyhogy egy nagyon jó kis vízszintes felület keletkezik itt a hátsó résznél, tehát nagyon sok mindent el tudtok pakolni, hiszen innen ugye odáig van itt több mint 1 méter hely fölfelé, meg a végtelen. Az autónknak akkor majd rögtön mutatom, ugye nagy napfény tetején van, egy napfény roló is van hozzá, elektromosan el lehet húzni, de majd megnézzük. Tehát itt a hátsó utasnak elég jó pofa innen a kitekintés a gépből. Gyönyörű, szép, tiszta, nem dohányzós, egészséges, szép a belseje a kocsinak. Becsukjuk, és akkor itt az első ajándék, amit tudok nektek mutatni. Ez egy lemez felnire szerelt téli gumiszet, ami dísztárcsákkal van ellátva. Itt az acsiában benne van a dísztárcsa szet, és ugye a kötelező tartozik pedig itt van benne, eredeti, hiánytalanul belerakva a fekete tasiba. Nézzük meg, hogy nyílik a jobb oldala, jobb oldala, bal oldala. Innen nézve, mert hogy menetirány szerint nézzük. Azt mondja, hogy mi az, amit még mutatok nektek. Hát ugye van egy felhajthatós pohártartós tálcika, szép nagy hely, izofixes ülések, és akkor srácok, mit hoztatok? Nézzük meg, itt van Peti és Feri. Ez egy komplett, originál üléshúzat erre az autóra. Itt van a cetlie. Luxus kivitel, ráadásul nézzétek meg erre a Transit Connect-re. Való, ezt csak így föltéptük a szélét, belenéztünk, hogy milyen, tehát eredeti és originál méretpontos szett. Ledönthető a könyöktámasz, amiben pohártartó van és kis tárlórekesz. Csak megnézzük, hogy hogy is hajlik ez le. Meghúzzuk ezt a kis piros színű dolgot, aztán meg tudjuk húzni ezt is. És ezzel pedig, ha meg tudom oldani, de nem tudom megoldani félkézzel, sajnos, ne haragudjatok, ezt le lehet ide sűjeszteni egy lépcsővel, ez kéne még egy kéz nekem, de pontosan most nincs több a kettőnél.
ezek pedig így hajlanak össze, az pedig ide belehajlik, lehajlik, és akkor már is ez meg ide rájön, ez egy mágneses különben, gyere ide, így, és akkor ezt ide rá lehet ide fektetni. Jobb mondva, ez ide jön, ez pedig ide föl, ugye a támla fölnyílik, tehát így néz ki a csomagtér, ezt meg tudom mutatni félkézzel is, meghúzom ezt a zsineget, és visszahúzom, ajajaj, tényleg jó lenne még valaki segíteni nekem, de nem segít senki, nem tudom megoldani, gyerekek, félkézzel, na majd eljöttek, akkor bemutatom, hogy hogy néz ki, tehát fölhajlik ez ide, ezt már megtámasza azt, úgyhogy nem küszködök itt ezzel a témával. Viszont ezt meg tudom mutatni, hogy így néz ki a nagy üvegünk, azt is, hogy ez ide eltolódik, és így néz ki a belseje. Az első vezetőülés hibátlan állapotú, azt mondja 144-181 km futású, és ahogy mondottam, itt Foncertona, itt van a mérőberendezés. Ki akarom kapcsolni, csak azért, hogy megmérjem. Majdnem hogy, úgyhogy ezt le is állítom, egy kicsit ez a digitális mutatja, hogy mi történik, de ugye fönt is látják, hogy mi történik, hogy hova fúj, miért fúj, meg egyáltalán ígyni, ki is lehet kapcsolni, ígyni. Amúgy, ha már itt vagyunk, CD rádiónk van, ugye AUX csatlakozós és USB csatlakozós, és ugye Bluetooth-os a szerkezetünk, van egy centrálzárunk, 6-os váltónk van, start-stop rendszerű az autó, ki lehet kapcsolni az első hátsó, az első szenzorokat, szélvédőfűtés és pohártartó és könyöktem, és itt van benne különben a csatlakozó. Mivel ide csatlakozunk a kollégámhoz, azt mondja, hogy itt a szervizkönyve. Jó ideig Ford márka szervizbe hordták, azt le is fotóztam nektek, egészen 2020-ig, ugye háromszor volt márka szervizben. Aztán van, találtam benne egy 21-es műszaki adatlapot, 66 ezer kilométer volt akkor még csak az autóban, az pedig azt hiszem a számlája a műszaki vizsgának, amiket még itt megtaláltunk a kocsiban. Megvan a gyári kulcsa, jobban nem, meg vannak a gyári kulcsai, ugye van benne tempomat, nagyon szép bőrkormány, formatervezet, krómbetéttel és egy gyönyörű, szép állapotban lévő kormányő. Kint 29 fok van még, viszont itt nagyon jó hűtött ugye a klíma, láttátok. És akkor megyünk fel egy nagyon rövid próbát, körbemegyünk itt a telephely körül. Bekötöm magam, mert szerintem nyékogni fog, hogy kössem be magam. Addig meg tudom nektek mutatni, milyen izgalmas dolgok vannak még itt. Azt mondja, hogy ez lehajtható, ez hátsó utas kémlelő, tükörke, ez a napszemüveg tartója, ez a roló, így, végig szalad, és ide még tudtok pakolni ide föl dolgokat, hogyha nincs más hova tenni ezt a szettet. Azt nem tudom, hogy lehetse-e nektek a kocsit. Leállítom, hát ha még van ennyi időnk, és elforgatjuk, és még egyszer, és már jár is benne a motor, kialszik minden, remélem ki is aludt, akár mehetünk is. Mondjuk brutálisan megy különben, tehát 120 lovas ez az 1.5-ös. Dízelmotor, eszmetve jó megy. És hát nagyon csendes, ezt hallottátok ti is onnan előről. Ha ott nézelj, akkor itt aztán végképp semmi. Akkor olyan, mint egy kis buszba ücsörögnénk, mert hát az is szerintem. Ha? Nagyon kis finom szerkezet. Hát egy nagy családnak szerintem ez egy óriási, nagyon jó döntés, lehet egy ilyenbe beleülni, óriási kirándulásokat lehet felinteni. A tetején van ugye hoztartó, tudtok rápakolni egy vagon biciklit, meg csónakot, meg szápot, meg méter, amiket föl lehet rákötözgetni, és akkor tudjátok vinni magatokkal. Vaj, könnyű kuplunk, hibátlan
könnyű váltó. Szerintem ez egy rendkívül jó állapotú szerkezet. De hát gyertek el, nézzétek meg. Biztos vagyok benne, hogy bele fogtok szeretni, mert ez egy ilyen masina, amivel bele lehet szeretni. Köszönöm, hogy itt voltatok, ne felejtsetek el megnyomni ezt a kis jelet. Iratkozzatok fel a csatornánkra, és találkozunk a telephelyen. A viszontlátásra!